Az alkotás, a művészetek, az irodalom, a zene, de akár a gasztrokultúra vagy újabban a digitális kultúra is meghatározza, gazdagítja életünket. A kulturális kapcsolatok az intézmények és az egyének szintjén is előmozdíthatják a politikai, gazdasági kapcsolatokat a két ország között. Egy ország méltán lehet büszke saját nemzeti kultúrájára, hiszen a kultúra alapvetően határozza meg egy ország nemzeti identitását, polgárainak hovatartozását. A nagy nemzetek erős nemzeti öntudattal, gazdag, hosszú múltra visszatekintő kultúrával rendelkeznek. Ez Kínában sincs másképp. Az 5000 éves kínai civilizáció a mai napig jelen van, formálja és alakítja a modern kultúrát. Xi Jinping államelnök június 2-án a kulturális örökségről és fejlődésről szóló pekingi szemináriumon tartott beszédében külön hangsúlyozta, hogy egy kulturálisan erős ország az alapja a kínai nemzet modern, civilizációs törekvéseinek. Ebben a sok ezer éves, folytonosságot szimbolizáló kínai civilizációs értékek biztonságos alapot jelentenek az építkezéshez. A körülöttünk lévő világ változásait csak egy alkalmazkodó, a világ más értékeire is nyitott, befogadó, ugyanakkor önmagában is innovatív kulturális közeg tudja lekövetni, és így lényeges, hogy a kínai kultúra is ebbe az irányba fejlődjön. A kínai civilizáció békére törekszik. Ez is meghatározza azt, hogy Kína a globális rendben mindig is békepárti volt. Xi hangsúlyozta, hogy Kína nem kényszeríti rá saját értékeit és politikai rendszerét másokra, határozottan kitart az együttműködés mellett, és nem vesz részt konfrontációban. Az államelnök hangsúlyozta, hogy egy új történelmi kiindulópontnál egy kulturálisan erős ország megfelelő alap egy szellemileg független, modern kínai civilizáció továbbviteléhez. A magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskolában és gimnáziumban a diákok nem csak a kínai nyelvet, hanem a kínai kultúrát is elsajátítják, belepillanthatnak. Mit gondol igazgatóasszony, mennyiben lehet azt mondani, hogy a kínai kultúra folytonos? Mennyiben gazdag folytonos? Hát szerintem mindenképpen elmondható róla, hiszen az itt élő kínai diákok is a mindennapokban bemutatják ennek részeit. Itt az iskolában, illetve a magyar diákok is ismerkednek ezzel folyamatosan, hiszen kínai művészetórájuk is van, illetve a kínai nyelv mellett nagyon fontosnak tartjuk a kínai kultúra bemutatását, hiszen a nyelv önmagában mit sem ér, hogyha a szokások és egyéb rituálékat nem ismerik meg a tanulók. És mit gondol arról, a kínai kultúrára lehet azt mondani, hogy befogadó vagy esetleg nyitott? Eleinte úgy gondoltam nem, de azt gondolom, hogy igen, mert hogy akik itt élnek nálunk Magyarországon, azért sok olyan magyar ünnepet is kezdenek megünnepelni, vagy érdeklődéssel beemelik a családi ünnepek közé, amit korábban nem gondoltunk volna, hiszen egy karácsony vagy egy húsvéti ünnep is megjelenik már náluk is. Nyilván nem olyan autentikusan, de azért érdeklődve fordulnak felé. Az iskolában, azokon a rendezvényeken, ahol erőteljesebben megjelenik a kínai kultúra, lát változást a korábbi évekhez képest? Változik az a fajta kultúra felfogás vagy kultúra bemutatás, ami korábban volt? Lehet innovatívnak mondani? Igen, némi változást tapasztalunk, hiszen egyrészt ugye egy másik országban nem olyan könnyű megünnepelni ugyanúgy az ünnepeket, mint az anyaországban, de mindent megtesznek az itt élő kínaiak. Egyrészt azért, hogy saját maguk is megünnepeljék, másrészt meg, hogy bemutassák ezt a magyar közegben, hogy hogy is van ez, mi az, amit ünnepelnek, mi az, ami ebből fontos, és mi az, amit érdemes másoknak ebből megismerni, bemutatni. Tudná esetleg egy példát mondani így a közelmúltból, melyek voltak a legsikeresebb kulturális események? Hát például a kínai holdúj év mindenképpen, és azt tapasztaltuk, hogy most már itt nem csak az iskolában, hanem egyre inkább az iskolán kívül is el lehet menni olyan helyekre, ahol kínai fesztiválokat tartanak, gasztronómiai bemutató van, tehát mindenképpen nyitnak a világ felé, vagy a magyar emberek felé, inkább így mondanám, hiszen Magyarországon élünk. És úgy tapasztalom személy szerint, hogy a magyar és kínai kulturális kapcsolatokban a kultúra az egy nagyon
erős pont tud lenni a két ország, a két nép kapcsolódásában. Önnek mi a tapasztalata erről? Mindenképpen ikonikusnak nevezném, hiszen mindenki törekszik arra, hogy ez bemutassa a másik fél részére. Itt az iskolában is mindkét ünnepet megünnepeljük, pont azért, hogy ezek azok az alkalmak, amikor jobban megértjük egymást. Nyilván a nyelv tanulásra is megértjük egymást, de hogy mit, miért és hogyan gondolkodnak az emberek, mindenképpen így lehet bemutatni. Zombori Klára magyar sinológus, műfordító, kulturális menedzser, a Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke, a Magyar Műfordítók Egyesületének tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kínai szakán szerzett diplomát 1999-ben, és 2 évet tanult Kínában állami ösztöndíjasként a Pekingi Nyelvi Egyetemen és a Pekingi Egyetemen. Kínában megrendezett konferenciák és szakmai találkozók rendszeres előadója és résztvevője. A kortárs kínai művek egyik legismertebb és legszakavatottabb képviselője ma Magyarországon. 2007-ben Babits Mihály műfordítói ösztöndíjban részesült, 2015-ben Special Book Award of China for Young Scholars kínai állami kitüntetést vehetett át, 2018-ban Friends of Chinese Literature elismerést, majd 2020-ban Hieronymus díjat kapott. A fordítás mellett kulturális és irodalmi rendezvényeket szervez, minden lehetséges módon támogatja a kínai kultúra népszerűsítését Magyarországon. A Magyar-Kínai Baráti Társaság Magyarországnak a legrégebbi olyan civil szervezete, ami a két ország közötti baráti, kulturális, oktatási kapcsolatok elmélyítését tűzte ki céljául. Tehát ez hosszú évtizedek óta kisebb megszakításokkal ez a szervezet folyamatosan működik. A jelen pillanatban egy nagyon agilis és egy nagyon pozitív szemléletű elnökséggel közösen rengeteg programot próbálunk megvalósítani. Mindenképpen számunkra nagyon fontos, hogy egyrészt a generációkon átívelünk, tehát hogy az idősebb és a fiatalabb sinológus és generációkat összehozzuk. Másrészt az is nagyon fontos, hogy nem csak szakmai szervezet vagyunk, tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy becsben tartjuk a tagjaink közül a lelkes amatőröket is, azokat, mindenkit, akit valamilyen szinten Kína érdekel, és próbálunk olyan programokat, olyan fórumokat teremteni, ahol ezek az emberek találkozhatnak. Nagyon fontos számunkra a személyes találkozás, nagyon fontos, hogy ezért például a Covid alatt nagyon háttérben is szorultak a programjaink, hát nyilván akkor ugye, mint mindenhol és minden téren, de mindig próbálunk igen ilyen közösségépítő programokat szervezni. Tudnál példát is mondani, mi volt mondjuk az elmúlt 1-2 évben az, amire is szívesen emlékszel vissza? Nagyon nagy sikere volt, pont a Covid alatt, akkor nagyon jártattuk az agyunkat, hogy mit lehetne csinálni, ha már programokat, tehát összejöveteleket nem tudunk szervezni, és akkor megrendeztük a Kína Most is közel című fotóalbum pályázatot, ahol azért neveztük el fotóalbum pályázatnak, mert nem egy fotót vártunk az emberektől, hanem fotósorozatot és ehhez történetet, tehát a maguk Kína történetét, tulajdonképpen egy ilyen fotókban elmesélt Kína történetet, és hát azt kell mondjam, hogy minket szervezőket is nagyon-nagyon meglepett az eredmény, mert valami olyan hihetetlen mennyiségű, minőségű sorozatokat kaptunk, olyan emberek bukkantak föl, olyan történetek bukkantak föl, hogy tényleg így a mai napig úgy még úgy eszembe jut az óvó bácsi Hainan szigetén, vagy a lány, aki végigfotózta mindig az összes hangszert, amikor bárhol látott Kínában valamiféle hangszert, akkor azokat fotózta. Tehát, hogy olyan nagyon-nagyon érdekes történetek jöttek elő, hogy erre szívesen emlékszem, és pont ennek kapcsán szerveztünk most a múlt év végén egy nagyformátumú rendezvényt a Barabásvilában, ezt a kínai nagykövetségnek a támogatásával. Itt ez több részből állt össze ez a rendezvény, tehát itt szerettük volna egyrészt ezeket. Nyilván a versenyt ugye megnyerhette 3 ember, tehát ott volt első, második, harmadik hely, volt még 1-2 külön díjunk, de a 200 pályázóhoz képest ez nagyon elenyésző szám. És tavaly decemberben megszerveztünk egy olyan rendezvényt, ahol sokkal több pályázónak az anyagát meg tudtuk mutatni. Itt egyrészt volt egy több tucat fotóból álló pop-up kiállítás, fantasztikusan szép fotók, ezeket két kurátorunk, tehát profi fotósok válogatták ki, Szamódi Zsolt és Balog Attila.
illetve szerveztünk egy kerekasztalbeszélgetést is, ahol Mór Richárd alelnökünk meghívott vendégeivel beszélgetett a fotósorozatok hátteréről, és hát a Centrum Média és Nagy Judit segítségével pedig fantasztikus videóanyagok is születtek az alkotókkal, leginkább azokkal, akik nem Magyarországon élnek, tehát Kínában élnek máshol. Tehát az egész egy annyira jó happening lett, hogy én azt hiszem, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Az MKBT mellett más szervezeteknek is tagja vagy. Melyek ezek? Húha, igen, ami még mindenképpen említésre méltó, tehát hogy a Magyar Műfordítók Egyesületének a tagja vagyok, ez Magyarországnak az egyetlen szakmai szervezete, ami a műfordítókat összefogja. Nagyon, ott egy néhány éve új elnökség van, és hihetetlenül aktívak, és nagyon sok a szakmai program, most a szakmai hétvégén is részt vettem, hogy nagyon jó érzés olyan emberekkel találkozni, akik hát tényleg ugyanabban a cipőben járnak, hogy az életük nagy részét egy számítógéppel és szövegekkel szemben töltik el, tehát hogy az borzasztóan érdekes volt, és különböző kínai szervezeteknek is a tagja vagyok, nyilván ezek úgymond lazább kapcsolódási pontok, tehát itt a Nemzetközi Konfucius Szervezetnek, illetve hát egy kiadói csoportnak is a tagja vagyok. Mit gondolsz, Magyarországon mennyire népszerű a kínai kultúra és ezen belül a kínai irodalom? Mennyire ismerik vajon a magyarok a kínai irodalmat, legyen az akár klasszikus vagy modern irodalom? Azt látom, hogy a kínai kultúra iránt tulajdonképpen van érdeklődés, és van is befogadó közönség. Tehát ugye együtt élünk kínai emberekkel, már szinte nincs olyan iskola, nincs olyan kerület, tehát ahol ne lennének kínai diákok, kínai emberek, tehát és a magyar emberek is fölismerték, hogy azért ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást, azért az egyik út a kultúrán keresztül vezet. Tehát én azt látom, hogy például egy holdújévű ünnepség, vagy valami ilyesmi jellegű programra nagyon sokan ellátogatnak, és tényleg érdekli az embereket. Ugyanígy van a filmművészettel is, a harcművészetek ugye nagyon régóta azért Magyarországon is népszerűek. Az irodalom az viszont azért egy kicsit nehezebb kérdés, ugye nem csak a kínai irodalom, azért legyünk őszinték, világviszonylatban az olvasás, az írott könyv, igen. Nek a népszerűsége azért hát az utóbbi időben csökkent, tehát nyilván nagyon sok más alternatív lehetőség is van a kikapcsolódásra, szórakozásra. A kínai irodalom viszont sajnos azért nem nagyon ismert Magyarországon. Nyilván egy-két szerző, akinek több könyve már megjelent, de itt a legnagyobbakra gondolok, tehát Mo Yan és Yuhan kívül, én úgy gondolom, hogy kortárs szerzők közül az átlag olvasó, még a művelt olvasó is többet felsorolni nem valószínű, hogy tudna. És mit gondolsz, mit lehet tenni azért, hogy mondjuk a kínai irodalom népszerű legyen, trendi legyen, főleg a fiatalabb generáció körében? Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy mit lehet tenni, tehát egyre sokkal több fordítás kellene, nyilván ahhoz sokkal több fordító kellene, szerintem nagyon fontos lenne, hogy nagyobb legyen a merítés, tehát hogy több könyv jelenhessen meg abból a hihetetlen mennyiségű kínai műből, ami Kínában megjelenik. Nyilván a fiataloknak talán egy... inkább olyan könyvek kellenének, amik reflektálnak a saját problémáikra, a saját életükre. Például Kínában nagyon népszerű az online, ilyen online irodalom, amit tehát fejezetenként rak föl a szerző egy online fórumra. Ezek ilyen kis szösszenetek, ilyen bejegyzések az aktuális gondolatairól, életéről. Lehet, hogy ezek... bocsánat, nem minősíteni szeretnék, de hogy irodalmilag nem annyira időtálló alkotások, de talán egy fiatalt jobban megérint egy olyan könyv, ami azért közelebb áll ahhoz, ami az ő mindennapjaival kapcsolatban. Tehát, hogy közelebb áll az ő mindennapjaihoz. Tehát most, hogy így felhoztad ezt, hogy ugye online irodalom és fejezetenként is lehet olvasni, mit gondolsz te arról, hogy ugye ilyen formán irodalmat fogyasztani online, akár így fejezetenként, akár pedig mondjuk e-book formájában, tehát az e-könyvekről mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy ha olvasnak az emberek, az mindenképpen jó. Tehát én nem gondolom, hogy semmiképpen nem minősíteném azt, hogy most valaki könyvet olvas, vagy e-bookot olvas, vagy fantasyt olvas, vagy magas irodalmat olvas. Szerintem az, hogyha valaki olvas, az nagyon-nagyon-nagyon kondicionálja az agyát, a fantáziáját elmélyíti, a kombinatorikai kés. Tulajdonképpen a zene, az irodalom, ezek mind olyan dolgok, hogy hihetetlen, hogy mi mindent hozzáadnak az emberek életéhez. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy mit olvasnak. Nyilván van olyan szint, amire azt mondja az ember, hogy talán nem érdemes rá időt fecsérelni, de én azt gondolom, hogyha olvasnak a fiatalok, meg az idősebbek is, akkor ez egy nagyon jó dolog. Zombori Klára az utóbbi években különösen sokat tett a kortárs kínai művek népszerűsítéséért is. A számos hazai és kínai műfordítói díjjal kitüntetett sinológus műfordító a kortárs kínai írók online adatbázisának és a kapcsolódó Facebook oldalnak főszerkesztője, valamint a 2022-ben a Kínai Írószövetség kezdeményezésére és támogatásával elindított, a Budapesti Kínai Kulturális Központtal közös szervezésben megvalósuló irodalmi rendezvénysorozat, a Kortárs Kínai Könyvklub szervezője és háziasszonya. A Kortárs Kínai Könyvklub az irodalomkedvelők körében méltán népszerű helyszínen, a Magvető Caféban kerül sorra. A hiánypótló rendezvénysorozat célja, hogy közelebb hozza a kortárs kínai írókat és műveiket a magyar olvasókhoz, valamint szakmai és kötetlen beszélgetésekhez biztosít teret a témában. A Kortárs Kínai Könyvklub tulajdonképpen mondhatom így, hogy egy álmomnak a megvalósulása. Nagyon folyamatosan, ugye nagyon sok időt tölt az ember azzal, hogy egy könyvet lefordítson. Tehát egy könyv lefordítása az minimum 2-3 hónap, inkább van, amelyik fél év. Tehát, hogy sok időt eltölt vele az ember, és utána úgy érzi, hogy az utóélete az nem feltétlenül olyan, mint amit megérdemelne az a könyv. Tehát nyilván egy könyvet ugyanúgy reklámozni kell, hirdetni kell, a köztudatba be kell vinni. Kínai könyveknél ez különösen igaz, mert nincs egy olyan háttér, ami ugye ezeknek megalapozná az ismeretét. Tehát a Kortárs Kínai Könyvklub valójában egy kicsit úgy indult, hogy nekem eszembe jutott, hogy már évek óta gondolkodom azon, hogy kéne egy honlapot csinálni, ami ugye a kortárs kínai írókat bemutatja, hogy legyen hova nyúlni. Tehát ez egy ilyen adatbázis jellegű honlap, az íróknak az életrajza, a legfontosabb művei, magyar megjelenések, kritikák. Tehát ez tényleg egy ilyen adatbázis. És akkor igazából ezeket mutogattam kínai ismerősöknek, kínai írószövetségnek, hogy én ezt csinálom, hogy látnak-e benne fantáziát. És akkor így jött ez, hogy igen, és még mit lehetne hozzátenni ahhoz, hogy népszerűsítsük a kínai könyveket. És valójában a kínai írószövetség javaslatára jött ez, hogy hát csináljunk könyvklubot. Nem csak Magyarországon különben, hanem több országban párhuzamosan is ez így elindult, ez a kezdeményezés. Nem tudom, mennyire ismered azt, hogy mondjuk a környező országokban milyen kínai könyvklubok működnek, de azt tudom, hogy amit itt Budapesten csináltatok, azt, hogy egy ennyire trendi helyen a Magvető Caféban, és hogy egy ilyen jó színvonalú rendezvény, az nem egy mindennapi dolog. Milyen visszajelzéseket kaptál? Hát valójában tényleg azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen még engem is meglepett, hogy most ezt úgy szeretném megfogalmazni, hogy ne tűnjek szerénytelennek, de tulajdonképpen meglepett a könyvklubnak a hihetetlen sikere. Tehát ez kezdve azzal, hogy az első könyvklubban a Magvető Kávézóban teltház volt, tehát nagyjából több ember nem fért volna be. Nagyon sokan azzal búcsúztak, hogy na, ezek után el fogom olvasni ezt a könyvet, na, hol lehet megkapni, nem tudom. Tehát pont olyan visszajelzések jöttek, amik szerintem, hát amiért csináljuk ezt az egészet. Nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy mindig nagyon neves emberek, nem olyan embereket próbálok megkeresni, akik a szakterületükön nagyon jók, akik valami miatt ahhoz a könyvhöz hozzá tudnak tenni. Mindenki elsőre, én talán még azt mondhatom, hogy örömmel igent mondott, tehát itt most említhetem például Salád Gergelyt, aki a második könyvklubnak volt a vendége, de nem szeretnék, vagy Szokács Kingát, igazából kár kiemelnem bárkit, mert fantasztikus, hogy mindenki igent mondott, és hát természetesen a hely is nagyon sokat hozzátesz ahhoz,
hogy ezek tulajdonképpen ennyire jó hangulatban telnek el. Ugye a magvető kávézóról tudni kell, hogy egy most már több mint egy évtizede fennálló a magvető kiadónak a kávézója. Egy nagyon központi helyen van, jól elérhető, gyönyörű, hangulatos a berendezése, és egy borzasztóan profi a minden. Szóval minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy tényleg egy igazán jó könyves programot lehessen megvalósítani. A könyvklubokon formailag és tartalmilag mi az, ami újdonságnak számít? Mi az, amit ti másképp csináltok? Amennyire én tudom, nagyon sok könyvklub online formában működik a nagyvilágban. Nyilván mindennek megvan az előnye is, a hátránya is, tehát ugye nyilván az online dolgokhoz nem kell a helyszínre menni, sok emberhez eljuthat a saját szobájában, tehát otthonában is. Viszont azért a könyvklub, amit mi szervezünk, tehát hogy ez megint csak, mint amit a Magyar Kínai Baráti Társaságnál említettem, tehát ez nem csak a szakmáról szól, nem csak arról a könyvről szól, arról szól, hogy utána az emberek ott maradnak a kávézóban is beszélgetnek, elsősorban a könyvről, de másodszorban pedig bármi másról. És hogy olyan jó érzés látni, hogy találkozott nálunk műfordító Palánta, kínai műfordító Palánta a magyarországi mesterével, volt vendégünk, volt nagykövet úr, de bárkit említhetek, mert és annak is nagyon örülök, hogy borzasztó sok diák jár, akik igenis érdeklődnek az irodalom iránt, és minden alkalommal nagyon, nagyon sok fiatal arcot is látok, akik már többen felajánlották, hogy szívesen segítkeznek is, hogyha, tehát, hogy tényleg egy ilyen, nem tudom, én mindig annyira feltöltekezve jövök el, hogy bár nagyon sok szervezés, és tényleg rengeteg egyeztetés, felkészülés, de hogy valahogy talán mondhatom azt, hogy eddig mindegyik annyira tényleg nagyon, nagyon jól sikerült. Nagyon nagy dolog az, hogy közel fél év alatt most már lassan a negyedik rendezvényre készültök. Mit jelent ez számodra? Milyen érzés? A legelején úgy gondoltam, tehát talán még a felvételeken is látszik Horváth Janisznak a gyönyörű logója, amit a könyvklubhoz tervezett. Ja igen, itt van mögöttem egy. Tehát, hogy ugye én úgy gondoltam, hogy ha elkezdjük ezt a könyvklubot, valahogy úgy lenne jó csinálni, hogy építünk egy modern szóval élve egy brandet, tehát hogy nem egy alkalmat csinálunk, nem két alkalmat, hanem hogy megpróbálunk egy folytonosságot, egy minőséget és egy állandóságot szimbolizáló rendezvényt létrehozni. Tehát én nagyon bíztam benne, hogy első alkalommal az Írószövetséggel három rendezvényről beszéltünk, de most már azért nagyon úgy tűnik, különben azért mindenképp megemlíteném, hogy a budapesti kínai kulturális központ is lát fantáziát a rendezvényben, tehát ők is támogatják, illetve társszervezőként részt vesznek a rendezvénysorozatban. Tehát mindenképpen szerettük volna, hogy folytonosság legyen, mert csak így lehet a köztudatba elhinteni, hogy van egy ilyen, hogy kínai könyvklub, ahol tényleg bízom benne, hogy magas színvonalon is érdekesen beszélgetünk kínai kortárs könyvekről. Mit jelent számodra a kínai kultúra? Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az egyik legfolytonosabb kultúra ma a világon, hiszen több év ezredet öre lát, és belelátni ebbe, ez egy hatalmas tapasztalás, és egyben egy folytonos tanulás is. Tehát, hogy mit jelent számomra a kínai kultúra, a sokszínűséget, a folytonosságot, a töretlenséget, emberi értékeket, művészetet. És mikor találkoztál először a kínai kultúrával? Hány éves voltál, milyen körülmények között? Hát ez most nagyon hosszú lenne ezt így elmondani, de igazából kisgyerekként találkoztam vele először, és azt nagyon megfogott. És egyre mélyebbre ástam bele magam. Kínában járva nagyon sok területre, nagyon sok ország részre sikerült eljutni, ahol még többet tanulhattam. És az itt élő, a magyarországi kínai kolóniában pedig a szerteágazó ezernyi kapcsolat az tulajdonképpen tovább mélyített, és még több tapasztalatot segített. És lehet azt mondani, hogy a kínai kultúra ma is a mindennapjaid része? Abszolút. Ez mindig,
Igen, igen. Tehát, hogy ez otthon is, munkahelyen is, az utcán is. Tehát, hogy tulajdonképpen számomra nagyon meghatározó a kínai kultúra, az az értékszemlélet, amit a kínai kultúra hordoz magában. És én azt gondolom, hogy ennek a gyakorlása, ennek a tanulása az még közelebb visz saját lelkünkhöz, a saját emberi mi voltunkhoz. És mit gondolsz, lehet azt mondani a kínai kultúrára, hogy nyitott vagy befogadó? A világ más kulturális értékeit átveszi esetleg valamilyen formában? Ez egy roppant érdekes kérdés. Kezdem ezt a másik oldalról, tehát hogy a kínai kultúrát azt szinte, és amerre jártam a világban, ezt tapasztaltam, szinte minden országban és minden a világ bármely részén nagyon érdekesnek találják. Tehát az emberek nagyon érdeklődőek, mert annyira színes, annyira sokoldalú, annyira sok mindent ad egy ember számára. Kínában járva viszont azt látom, hogy az, ami a kínai név vagy a kínai emberek számára érdekes, vagy fölkelti az érdeklődést, azt beintegrálják a hétköznapjaikba, ezáltal próbálják meg a kínai kultúrának a részévé tenni, ami egy ilyen nagyon sajátos elegyet jelent tulajdonképpen, amikor az ember ezzel találkozik. Tehát igen, képes arra, hogy integráló szerepet töltsön be, de valahogy az identitást azt megőrzi. Tehát, hogy valahogy a kínaiságot megőrzi, valahogy a kínai szemléletet, a kínai tapasztalati, kínai szemléletet az élethez, a hétköznapokhoz azt megőrzi. És mit érzékelsz itt Magyarországon? Mennyire nyitottak vajon a magyarok a kínai kultúrára? Én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát a Művészeti Központ most már lassan 30 éve működik, és nagyon sok kulturális résszel, a kínai kultúra nagyon sok ágával foglalkozunk, egyes részével elég mélyen is. És azt tapasztaljuk, hogy igen, tehát, hogy maga az érdeklődés az óriási. Egy kicsit a kitartás, vagy egy kicsit az elmélyedésnek a képessége talán az, ami a magyar emberben, vagy legalábbis itt a környezetünkben kevésbé jellemző. Tehát az, hogy kevés ember van igazából, aki kitartóan, tanulva, gyakorolva, tapasztalva egyre a mélyebb rétegeit fedi fel ennek a kultúrának. És mint a Művészeti Központ elnöke, mi a tapasztalatod arról, hogy ma az elmúlt évekhez képest mennyit változott a magyarok, a magyar közönség befogadó készsége a kínai kultúra iránt? Mennyivel váltunk mi nyitottabbá? Egyáltalán lehet azt mondani, hogy nyitottabbak lettünk? Harcművészetekkel foglalkozom, több mint 30 éve tanítok is, és én azt látom, hogy az emberek keresnek. Tehát hozzánk is nagyon sok olyan ember jön, akik keres valamit. Jönnek, mennek természetesen, mert valahogy ez a keresés, ez a folyamatos útonlevés nagyon jellemző ma a magyarokra. Azért nekünk is egy viszonylag mély és nagyon szerteágazó kultúránk van, mint magyar kultúra. A kínai nagyon sok esetben hasonlít ehhez. Ez most meglepő lehet, de például csak a zenét hozom föl, és például csak a kínai népdalokat, vagy a magyar népdaloknak a dallam szerkezetét, a pentatóniát például, hogy egy kínai hangszeren nagyon jól el lehet játszani, sőt, kiváló hangzásvilággal el lehet játszani egy magyar népdalt, és ugyanez igaz visszafelé is. Tehát, hogy sok azonosság van, sok mondjuk úgy közös nevező van, amit leginkább azok érzékelnek, akik már egy kicsit mélyebbre mennek a kultúrában.